Noha Szekszárd 7,3 milliárd forintot kap az államtól útfelújításra, fejlesztések nyomát alig látni. Ezt állítja Rácz Zoltán, az MSZP helyi képviselője. Az ellenzéki politikus sajtótájékoztatóján kifejtette, tavaly az erre a célra kapott 3,3 milliárd forintból mindössze 2 kilométernyi belterületi és 6 kilométernyi külterületi utat sikerült felújítani. Idén pedig 4 milliárd forintból egy körforgalmat, egy vasúti átjárót, bicikliutat és 2,2 kilométernyi utat építenek, ami szerinte elenyésző az összeghez képest. Tehát gyakorlatilag Szekszárd város ebből az irgalmatlan mennyiségű pénzből alig-alig talál valamilyen látható nyomot. Hol van a pénz? Hol van a többi pénz? Az ellenzéki politikus szerint az is kétséges, hogy a szekszárdi polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése 600 millió forintba került volna. Szerinte egyedülálló ez a fejlesztés abból a szempontból, hogy a költsége 100 év alatt térül meg. Az a véleményem, hogy az ilyen beruházások nem hogy a város segítik, hanem kifejezetten csak azt a célt szolgálják, hogy ebből nagy mennyiségű pénz kikerüljön a város valós történéseiből, és másokat gazdagítson, ne a szekszárdi várost. 20 milliárd forintból gazdálkodik idén Szekszárd város önkormányzata. Az MSZP helyi képviselője azonban kétségbe vonja, hogy ez az összeg ténylegesen fejlesztésekre menne el.